Üdvözlök mindenkit! Nekrokrim vagyok. Beszélgessünk egy kicsit a Girza Gondoltam először csinálok egy bemutatót, hogy ah, milyen, milyen volt a játék, olyan volt a játék, aztán 5000-re ilyesmit láttatok valószínűleg. Úgyhogy szeretném egy kicsit más szemszögből megközelíteni ezt a Girza ezt t és aztán meglátjuk a videó végén, hogy tetszette vagy sem. A játék konkrétan. Kimerítette a lelkem. Um, hogyan írjam ezt körbe? Gondoltok végig, mikor beültetek, ha beültetek megnézni az Avengers Endgame-et, és tíz évet vártatok arra, hogy a végén az a csata megtörténjen, a pillanat, amikor Amerika kapitány felemelte Thor kalapácsát, a pillanat, amikor megjelentek Dr. Strange-nek a kis teleportáló kapui, amikor kijött rajta mindenki, amikor elhangzott Avengers Assemble, és megkaptad azt a szem orgiát, amit ott láthattál, ha láttad a filmet, és, és amikor kijöttél a moziból, ültél és így vakartad a fejed, és, és éreztél valami ürességet utána. Érezted, egy pillanatra az adott fél óra alatt, amíg lezajlott az a csata, ha láttad a filmet, javaslom, nézd meg, um, az a fél óra alatt, amíg lezajlott az a csata, egy, egy ilyen letargiába volt, hogy Uram Isten, dupla orgazmusok jöttek sorra, hogy mi történik ott azon a ponton. És, és utána kijött, kijöttem, én a moziból, és így azt a büdös kurva. És éreztem, hogy, hogy arra a napra, vagyis erre az évtizedre tele vagyok. Tehát így köszönöm szépen, és tudom, hogyha, hogyha még egyszer megnézem ezt a jelenetet, vagy ezt a filmet, az Avengers Endgame-et, akkor, akkor már, már, valami más fogok benne keresni. Először ugye láttam azt a, azt a tömérdek gyönyört, tehát tényleg, ugye, ami, amit lenyomtak abba az utolsó jelenetbe, és hogyha másodszorra nézi meg az ember, harmadszorra nézi meg az ember, akkor már elkezd figyelni apróságokra. És, és feltűnik ez, feltűnik az, feltűnik benne a tökéletlenség, viszont szeretnéd megőrizni az emlékeidben a tökéletességet. És ez az, ami, szám, ami számomra körülírja a, a Gears of 5-öt. Um, nem mondhatnám, hogy új vagyok a sorozatban. Uh, ugye egészen a Gears of War 1-től játszom vele. Kihagytam a konzolos változatot, ugye? 2-3. Sajnos kimaradt a 4-5, ugye ez most megvolt. És, és a Gears of War 1-től Gears of War 5-ig ez a, ez a játék olyan, mint az Avengers endgame az utolsó fél órája. Nem tudom másképp lenni, mint én a, a gomivarátommal ezt a játékot, úgy éreztem, hogy, hogy tele vagyok, tele vagyok, és, és egy ilyen űr keletkezett utána a, a, a bennem, hogy így a játék a, kitöltött minden porcikát, amire, amit szerettem volna egy tripla A kategóriás játéktól. Még egyszer nem szeretném kijátszani, mert olyan sűrű és olyan sok volt, de... Attól függetlenül, hogyha még egyszer elkezdeném kiátszani, akkor már az apró hibákat, dolgokat kezdeném észrevenni, amitől ez a játék elveszíteni a varázsát. És ezt is meg fogom magyarázni, hogy miért. Kicsit rátérünk a kötelező dolgokra is. A játék istentelenül jól fut, jól fut PC-n, például nagyon-nagyon jó portja van, a grafikája, az olyan, hogy a ray alkalmazó játékok uh, sírva fakadnak mellette. A ray manapság még egyelőre úgy egy ilyen kis bullshit-elésre használják. Azért, hogy megsporolják a, a programozást az árnyékokban, meg uh, a dinamikus fényekben, ezért ugye a ray alkalmazzák, mert azzal a jelen pillanatban egyszerűbb. Így aztán. Ha van egy raytracing kártyád, kapsz egy full grafikát, ha nincs raytracing kártyád, akkor ami eddig standard volt a grafikában, egy jó árnyék, egy jó fényviszony, az most elveszik, mivel kezdenek átváltani raytracingre. Na de az Unreal Engine 4, az minden bizonyal előbb-utóbb raytracinges lesz, de a raytracing nélküli változata is egyszerűen elképesztő, és a Gears of War 5 az hozza a kötelezőt. Jelen pillanatban ugye előfizethetsz Microsoftnál egy hónapra kb. 3 dollár. A Gears of War 50 megér 3 dollárt, hogy egy hónap alatt kiázd a játékot és, és élvezd azt, amit nyújtani tud. Szerintem mindenképp fizessetek elő egy hónapra 3 dollár és, és, és nézzétek meg magatoknak ezt a játékot. Na ennyit megér. Ez mind megvan fűszerezve, és amit ugye most mondok, az körbe próbálom írni azt a túltöltöttséget, amit ad a Gizavor játéknak, ugye a lelkünknek, vagy az elménknek, hogy mennyire durván túltölt. És ugye a hihetetlen jelenetek vannak a, a játékban, már-már a féle... Rajzvim szerűségbe megy át, hogy sosem semmi bajuk nem lesz a főszereplőknek. Ezt mind megspékelve a karakterekkel, akit, akiket sokukat már jó uh, ideje ismerünk, hogy mindegyik tökös legény, még ha lány, akkor is egy tökös legény, izmos karok, minden, amikkel hua benne van, -e, izé, a karakterek maguk, azok, azok, mindegyik határozott, szókimondó és a helyes úton jár, tehát egy ilyen karakterfelépítést csinálnak hozzá, ugye? Mindig a helyes úton jár, és tudod, hogy igen, mert te az igazságért harcolsz. És hogy az érdeklődésedet, illetve az érzelmi túltöltöttségedet fenntartsa a játék, szán szándékkal, Fognak vissza a szereplők szájából olyan mondatokat, esetleg információt, amiről te tudod, és azon vagy, hogy mi az Istené, nem mondja kihez a karakter azt, hogy az is megtudja az igazságot, és ne legyen nagyobb-nagyobb kavarodás. És ezáltal fenntartja a drámai érdeklődésenet, hozzátársítja a vizuális élményt, amit nyújt a játék, és már is ott vagy, hogy 60%-ig tele vagy. Mert ez még mind, mind, nem elég, ugye, amiben még a Gears of múlja fölülmúlja a legtöbb játékot, és remélhetőleg mostani Call of Duty, a Modern Warfare, és ilyen lesz a single player téren, ami, ami fölülmúlja a helyszínek és a környezet, amit kreálnak az akció köré. Figyétek meg jól, ha játszottatok a négyel is, illetve az öttel is, ha játszotok, figyétek meg, hogy az enemék változatossága nem túl nagy szám. Viszont, amilyen környezetbe rakják az enemiket, az az, ami meghatározza az egész jelenet izgalmát, illetve adrenalinját. Egy tipikus ilyen jelenet, kaptunk egy enemit, és, és egy színházban voltunk, ahol volt egy forgószínpad. A forgószínpad elindult, elindult mellé a zene, a fények, a fényviszonyok, és a körbe jövő enemik, egyszerűen így. Az egész jelenet komikusságát, komolyságát és nehézségét adták egyben. És, és ez ilyen what the fuck moment, és az egész játék tele van ilyenekkel, hogy ugyanaz az enemy, ugyanaz a cél, uh, lineáris játékmenet, de olyan környezetbe helyezik a csatákat, amely olyan szinten változatos, hogy nem érzed monotonnak. Ettől függetlenül a gírznek is vannak monoton részei, viszont a, ezek a filler részek, ezek a monoton részek is uh, über akció, tömény akció, uh, hogyha, hogyha, olyan is van tényleg, hogy ilyen monoton rész, hogy csak mész előre egy egyenes úton és lövöd az enemüket, azt is úgy csinálja meg a játék, hogy az utatba dob egy baszott nagy ágyot, és akkor már lövöld az azzal nem csak is simán fegyverrel mész előre, bla 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 bla. Na, itt egy gyágyú lövöldöz, az, az csinál meg ezzel ezt a filár részt. És ez az, ami megint csak kiemeli a többi tripla A kategóriás játékból, vagy akármilyen játéktól. Ez a hihetetlenül jól alkalmazzák, valaki ott nagyon érti az, hogy mi az, hogy pályaszerkesztés, és fenntartani az érdeklődést. Következő dolog, Eljutottunk a Gears of 5-ig ennyi év, és még mindig nem szígyák úgy, mint a Call of Duty -t, vagy most már a Battlefield-et is, pedig a játék, és itt jön a nagy kérdés, hashtag macska ugye ideig, itt jön a nagy kérdés, hogy a játék nem újul sokat a Gears of War 1 óta. Ugyanaz a rendszer, ugyanaz a szisztéma, csak tökéletesen eltalált ö, körmenet, játék loophole, ha, ha, így tetszik, ami, amit jó ismételni és jó csinálni. Szóval uh, ugyanezt csinálja a már évek óta, ugyanaz a recept, ha egymás mellé raknám jelen pillanatban a Gizavor 4-et és a Gizavor 5 nem biztos, hogy megmondanád a különbséget, hogy melyik az öt és melyik a négy. És itt jön a nagy kérdés. Képes lesz -e a Girzovor 6, mert lesz Girzovor 6, úgy ért véget a játék, képes lesz -e még egyszer egy ekkora vizuális orgiát adni, mint most. Mert a történet egészen a négyig azt mondom, hogy korrekt volt, és az ötben egy kis gyengécske lezárást kaptunk, és gyengécske fordulatot, illetve gyengécske választ arra, hogy Uh, mégiscsak hogy volt ez a, a hogy hát lelőjem a point lelőjem a point, spoiler, következik hogy mégiscsak hogy volt ezzel a Lotus, a Locust a királynővel, kinek kinek minek volt a nagyanyja és az anyja és hogy lett az anyja gonosz és nem halt meg és blablabla bla, bla, ugye a főszereplő uh, hölgyeménynek a játékban és uh, természetesen lekövezték az utat a Gears of War viszont ez tényleg egy fontos kérdés az, hogy a Gears of War 6 fölül fogja e tudni múlni az 5 öt. Az öt most nagyon felrakta a lécet. Nem Csak felt, nem fedő a történetterén, de a mennyiség, a tartalom, a, a, a minőség felett, és a négy sem volt már rossz. Azzal az új játékmódokkal ezzel dobtak rajta egyet. És a hatnak valami. Én nem tudom, valami elképesztően uh, zseniális fordulatunak, drámának kell benne történnie, mert ugyanezzel a játékmenettel, ami a 4-be, 2-be, 1 5-be volt, nem biztos, hogy meg fogják úszni. Ha csak nem valami elképesztő boom következik be az Unreal Engine 4 grafikai teljesítményében, és a mi PC-nkben, ahogy fejlesztjük, vagy az új konzol generációban, amitől megint csak lenyűgöző tud lenni a Gears of War 6, akkor megeshet, hogy, hogy ez a játék már, már fellép arra az útra, amikor jobb, jobb lenne, hogyha lelépne arról az útról. Um, Meglátjuk. Minden esetre uh, a Gears of War-t nyelbe, ütött, nyelbe ütötte. Egy kicsit a multiplayerről uh, is beszéljünk. Um, a Gears of War multiplayer-e egyszerű és nagyszerű. Nem beszélve arról, hogy belerak egy karakter bőrébe, jelen esetben a Locoust az Infestet bőrébe, és uh, harcolhatsz a rossz fiúkkal. Mert ha végig gondolod a Gears of War nak a történetét, ahol, ahol lenyűgöződve követed a kedvenc főszereplőidnek a mondatait, és történt, hogy ők harcolnak az Infested, illetve harcoltak a Locust ellen, a történetben ugye az van, hogy a Locust tulajdonképpen megpróbálja megmenteni a saját faját az infested elől, ami mostanra már tudjuk, ugye, hogy nem sikerül, és ugye a föld alól ők tulajdonképpen kimenekülnek a felszínre az infested elől, hogy ne változzanak azzal, amit most vannak a Gears ötbe, War 5 -ben. de ezt mind úgy, úgy akarják megcsinálni, hogy a királynőjük uh, utasítására, hogy kipusztítják a felszínen lévő embereket, értelemszerűen azok visszaharcolnak. És a multiplayerbe ugye... Um, esélyt kapsz, hogy játszhass egy ilyen karakterrel, amiről tisztán tudjuk, hogy erősebbek, mint az emberek ezen a, ezen a kis bolygón, és egy nagyon-nagyon élvezet egyrészt játszik ezzel a karakterrel, nem beszélve a kis extráról, hogy belerakták a az új Terminátor filmnek, ugye um, Linda Hamilton-t, ugye a főszereplőket, meg egy T-százast, marha jó móka, jó ötlet volt igazából, és az egész multiplayer hangulata, a fegyverek érzete, a, a minimális taktika, ami szükségeltetik a hihetetlenül egyszerű pályákhoz, és a vele uh, járuló uh, izommemória, amit a reflexek, amiket kifejlesztesz, az időzítés, amit kifejlesztek, tökéletesítik ki a technikádat, ahogyan játszik, hogy tudod a multiplayert. t uh, Egyrészt nem nehéz felkapni, megtanulni, tehát kezdőjátékosoknak is lehet sikerélményük, viszont rögtön észreveszik, amikor egy profi játékos lép be a témába, már látszik a mozgásából, hogyan, az időzítéséből, fegyverváltásából, mindenből, is. és, és itt megkülönbözteti a pro játékost, a kevésbé jó játékostól, mégpedig azzal, hogy, hogy megtanulhatod, egy ilyen izom memóriát, reflex memóriát tanulhatsz be a játéknak, mert a pályák egyszerűek, über taktikázni nem kell, viszont egy v egy csatákban ezek a reflexek fognak, ezek a memóriák, amiket már betanultál, megszoktál, a, a gyors töltés, ugye például az ilyenek, vagy hogy hogyan dodzsolsz jobbra, balra, mikor az ütem, hogy miután egyet gurulsz, mikor tudsz lőni az újratöltés üteme, mindent, mert megtanulsz, akkor a Gears of War multiplayer-ét következik szintre tudod emelni, és nagyon-nagyon élvezetessé uh, válik a játék, mert úgy fogod érezni magad. Kurva Rambó ezen, végig végigmegy a pályán, és le tudod darálni az összes játékos. Uh, nagyon jó érzés játszani multiplayerrel is. Ugye van benne egy ilyen hordamód, semmi különleges, ölöd amiket hordamódba. Egy a, nagyon hosszú idő után válik izgalmassá a hordamód, hogy őszintén már benne kell legyél a huszas években, amikor esetleg egy kicsit izgalmassá um, tud válni. A Rescue módot még nem próbáltam, az még uh, nem Rescue mód, Escape mód, bocsánat, ezt még nem próbáltam, még, még, még úton van. De ez lett volna um, az én összefoglalom um, a Gears 5-ről, remélem eljutottatok a végéig, hagyjatok ott valami, hő végül van, eljutottam idáig, uh, című üzenetet, és uh, ja, ha tetszett a videó, akkor dobj a lájkot, iratkozz föl, nyom rá a csengő jelecskére hogy kap értesítést a videókról, és hát várjuk a Gears of War 6-ot, valószínűleg egy jó két év múlva, Um, vagy még több, de a lényeg az, hogy ennek már nagyon-nagyon felül kell múlni a mindenben ezt, a, ezt az ötödiket, mert uh, most már azért ugyanaz a játékmenet, a négy meg az öt nem sok különbség volt kettő között, és itt már valamit, valami többet kell frissíteni, mint egy robot, amit upgrade-elünk útközben a játékban. Ennyi, ennyi lett volna, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!